2010-ben jelent meg Ádámkó András Több mint üdvösség című könyve, mely az Élővíz Pünkösdi Hitéleti magazinban megjelent írások gyűjteményét tartalmazza egy kötetben. Egyszerűen, jól érthetően megírt gondolatok egy-egy aktuális témafelvetésben. Ahogy Makovai János lelkipásztor írja a könyvelő szavában, a szerző szavai mindig igeszerűen, a múlhatatlanul fontos megújulás és megjobbítás irányába fordítja az olvasó figyelmét. A kötet megrendelhető a rendelés@cimok.hu e-mail címen. Mindössze 1000 forintért. Tematikus hetek indultak június 21-én a Békési Csillag szolgáltatópontban, ami a Magyar Pünkösdi Egyház országos cigánymisszió fenntartása jóvoltából indult el. Az első hét témaköre a Tabu címet kapta. Ilyen volt például az érzelmekről való beszélgetés, nagylányáválás, elmúlás és a higiénia. A nagylányáválás témakörünket a Békési Védőnői Szolgálat munkatársa Nagy Krisztina tartotta meg. A higiénia témában a fogápolásról volt szó, előadója dr. Péter Sándor fogorvos volt. A következő hetekben is igyekeznek majd sok érdekes témával, mókával megörvendeztetni a gyermekeket a Csillagpontban.
Meg, hogy felolvassam azt az igét, amit az Úr a szívemre helyezett ma egy hete, és hiszem azt, hogy számunkra ez építő lesz. Ez az ige megtalálható 1 Sámuel 23, 1-től egészen a 5-ig fel fogom olvasni. 1 Sámuel 1,
23, nem, 1 Sámuel 23, 1-től 5. Értesíték pedig Dávidot, mondván, ím a filiszteusok hadakoznak Keila ellen, és dúlják a szérüket. Akkor megkérdezi Dávid az urat, mondván, elmenjek és leverjem ezeket a filiszteusokat? És mondta az úr Dávidnak, eredj el, és verd le a filiszteusokat, és szabadíts meg Keilát. Dávid emberei azonban mondának néki, íme, mi itt Jódában is félünk, mennyivel inkább, ha Keilába megyünk a filiszteusok táborába. Akkor Dávid ismét megkérdezi az urat. Az úr pedig válaszolanék is, mondta, kelj fel, és menj el Keilába, mert én a filiszteusokat a kezedbe adom. Elmenni azért Dávid és az ő emberei Keilába, és harcol a filiszteusok ellen, és elhagytá marhájukat, és felette igen megveri őket, és megszabadította Dávid Keila lakosait. Amen. Egy pár pontban ki szeretném emelni azokat a dolgokat, amiket az Úr a szívemre helyezett. A legelső pont, amit engemet megragad, az az, hogy Dávid beszélt Istenhez. Ugye itt láthassuk, hogy történt egy olyan dolog, hogy egy várost, egy falut megtámadtak emberek, akik erőszakkal oda mentek, és terrorba tartották azt a népet, és kirabolták őket, tehát elvették mindenüket, és még ráadásul ott maradtak ők is, és terrorba tartották őket. A legfontosabb az, hogy itt Dávid elkezdett beszélni Istenhez. Megkérdezte Dávidot. Az a kérdésem, hogy mi most jelen pillanatban milyen szinten vagyunk Istennel? Hogy állunk Istennel? Milyen szintünk van Istennel? Milyen kapcsolatunk van? Hiszen Dávid itt megkérdezte az Istent. Nem embereket kérdezett, nem emberekhez szaladt, nem a rokonokhoz szaladt, hanem Istenhez ment. Uram, elmenjek és leverjem a filiszteusokat? Bár itten egy igen erős szót használ, hogy leverjem, megverjem. De mi most a mi életünkre tekintve ne így tekintsük rá, hogy nekünk el kell menni és verekedni kellene. Nem. Harcunk van, igen erős harcunk van, de nem emberekkel ellen van harcunk, hanem maga gonosz ellen van harcunk, és mindjájunknak ez a feladatunk van. Hogy hogyan lehetnénk mi is kapcsolatban Istennel még jobban? Én ide leírtam egy pár gondolatot, imádkozni. Az imádság az, amikor te elkezdesz imádkozni, olyankor az Úr itt megáll, és elkezd téged hallgatni. Mert őt szólítod meg. Uram, mindenkinek az első szava, amikor Istenhez imádkozik, hogy Uram, mennyi atyám, megszólítsuk az Urunkat. A második, böjtölni. Ugyanez, amikor te böjtölsz, amikor te megfeszíted a te tagjaidat, akkor átélheted Istennek azt a közelségét, akkor még közelebb megy hozzád Isten. Olyankor böjtölünk, én olyankor szoktam sűrűbben böjtölni, amikor válaszokat akarok kapni Istentől. Vagy el akarok élni valamit Istennél. Olyankor szoktam én böjtölni. Menjünk tovább az igében, és itt ugye azt veszük észre, hogy Dávid kérdezte Istentől, hogy mehet-e. Nekünk is nagyon fontos, mielőtt elterveztünk valamit, azt hiszem egy pár hete erről beszéltem itten veletek, mielőtt elterveztem valamit, akkor Istennel legelőször megbeszélni azokat a dolgokat. Mert ha Isten nem vonjuk bele ezekbe a mi terveinkbe, a mi harcjainkban, akkor nagy rá az esély, testvérek, hogy el fogunk bukni. Mert ha Isten nem tud róla, akkor kivéthetne meg minket, testvérek, ha elmegyünk egy erős harcban. Én azt mondom, hogy nekünk mindig megvan rá az esély, hogyha valamit el is veszítünk, ha valamit el is vettek tőlünk emberek, a gonosz, akkor én arra bátorítalak titeket és engemet is, hogy menjünk. Hogy mennünk kell azért, ami a miénk. Ha a gonosz elvette tőlünk a mi időnket,
akkor igen, az a miénk. Ami tőlünk elvesznek, az a mi tulajdonunkban volt egyszer. És ami egyszer, ami tulajdonunkban van, ahhoz nekünk közünk van. Az a miénk. Ide is reírtam egy pár gondolatot, hogy mit tudunk elveszíteni. Idő, békesség, szeretet, egyetértés, türelem, bölcsesség. Ezeket a dolgokat mind el tudja tőlünk venni a gonosz. El tudjuk veszíteni nagyon hamar a békességünket, a türelmünket, hogy a munkahelyen főleg előfordulhattak a türelem és a békességnek az elveszítése. Nagyon könnyű. De az a legfőbb mód rá, hogy Uram, itt vagyok, és hallgass meg engemet. Kérlek, Uram, adj bölcsességet. Kérlek, Uram, adj szeretetet. Adj nekem türelmet még jobban az én főnököm felett és az én munkatársaim felett. Adj nekem türelmet az én családom felett. És békességet. Erre bátorítalak titeket, hogy tudjunk mindig békességben és szeretetben maradni. A következő sorokban Dávidnak az emberei, a második pontot, amit kiemelek, hogy Dávid, amikor megkérdezi Urat, és főbátorodik, hogy igen, ő megy, akkor az ő emberei félelemben maradtak. Elkezdtek félni. Azt írja az ige, Dávid emberei azonban mondának néki, íme, mit Júdában is félünk, mennyivel inkább, ha Kejlában megyünk a filiszteusok táborára. Ez milyen jellemző ránk? Ez, úgy gondolom, hogy ránk ez nagyon jellemző lehet, ez a kisebb félelem. Vagy ha nem rád, hanem a körülötted lévő emberek. Biztos voltunk már olyan helyzetben, hogyha valamit akartunk tenni, menni, csinálni, akkor más azt mondta, hát most minek mész? Hát most te ehhez gyenge vagy, te ehhez nem vagy elég okos, te ehhez buta vagy, ne menj, ne csináld, ülj le magadnak, és tudjátok, el kell mondjam őszintén, hogy a romák azért tartanak itt, ahol most tartanak némelyik, mert mindig le voltak ültetve. De most azt mondja az Úr, hogy álljunk fel. Ad nekünk erőt és bátorságot ahhoz, hogy mehessünk azért, ami a miénk. Ami már egyszer a miénk volt, az még egyszer a miénk lehet. Csak le kell győzzük a sátánt. Ámen. A harmadik pont az az, hogy itten Dávid még egyszer megkérdezi Isten. Dávid annyira biztosra akart menni. Itt a negyedik igébe azt olvasjuk, akkor Dávid ismét megkérdezi az Urat. Ismét megkérdezi az Urat. És itten megkérdezte még egyszer az Urat, és nekünk is így valahogy kell működjünk, hogyha kicsit elbizonytalanodtunk. Hát Uram, hát most akkor hogy is? Hát akkor most ne menjek, menjek. Ha elbizonytalodtunk némelyek ponton, ha vagyunk itt úgy, hogy el vagyunk bizonytalanodva, hogyha vagyunk itt úgy, hogy nem vagyunk biztosak abba, amit az Úr megígért nekünk, akkor álljunk oda az Úrhoz még egyszer. Ha nem is, ha kétszer, háromszor, mindegy hányszor, az a lényeg, hogy mindig oda kell menni az Úrhoz. Az a fő cél a keresztény embereknek, hogy mindig az Urat keressék legelőször. És ne hagyjuk, hogy mások elbizonyítanak minket. Ne hagyjuk. Ezt nem szabad hagynunk. Bízunk saját magunkban. Ha van önkontrollunk, akkor az nagyon is jó. Ha tudjuk, mik a mi képességeink. Ha tudjuk, hogy mi mire vagyunk képesek, és ha más azt mondja, hogy te erre nem vagy képes, és te tudod, hogy képes vagy rá, akkor ti győztesek vagytok. Ti győztesek lehettek az Úrban. Egy másik gondolat, amikor már még egyszer oda megy Dávid az Úrhoz, akkor már ottan történik egy küldetés is. Küldi. Akkor már nem válaszol neki, hanem azt mondja neki, Úr pedig válaszol a néki, és mondta, kelj fel és menj el Kejlába, mert én a filiszteusokat a kezedbe adom. Ez a mondat
Én nekem, ez én számomra két részből áll. Elsősorban azt mondja neked, és nekem most az Úr, hogy keljünk fel. Amen. Keljünk fel abba az állapotban, amiben mi most vagyunk. Nekem nagyon tetszett a vasárnapi szolgálat a pásztori, amikor Józsuénak azt mondta az Úr, kelj fel, és menj, mert ami a talpadat éri föld, azt neked adom. Nekünk mennünk kell, mert ha nem megyünk, akkor nem lesz semmink. Amikor elindultunk, mert ezt ígérte az Úr, amikor megyünk és tesszük az Úrnak a dolgait, akkor mi győztesek vagyunk, akkor mi gazdagok leszünk az Úrban. Amen. Amen. A másik gondolat az ígéret. Itten az Úr Jézus, az Úr ígéretet tett Dávidnak. Azt mondta, hogy a kezedbe adom a filiszteusokat. Nekünk testvérek, a Bibliában nagyon sok ígéretünk van. Több mint 30 ezer ígéretünk itt van a Bibliában. És ez mind a miénk. Ebben bíznunk kell. Ebben nekünk biztosak kell legyünk. De én bátorítalak titeket, hogy tudjuk, hogy mi a mi ígéretünk. Az meg csak úgy tudjuk meg, ha olvassuk a Bibliát. Ha nem olvassuk, akkor tulajdonképpen nem tudjuk mi. Ez ugyanolyan, mint egy szerződés. Ha nem olvastuk el, akkor nem tudjuk, mi a mi jogunk. Mi jár nekünk, és mi nem. Tehát én azt mondom, és bátorítalak, és buzdítalak titeket arra, hogy rendszerességgel olvassuk a Bibliát. Amen. Dávidnak megígérte az Úr, menj és kezedbe adom, és amikor a fő ember, ottan azt lássuk, előzőleg olvastam, hogy 400 embere volt Dávidnak. És képzeljétek el, hogy 400 ember egy ember próbál manipulálni, próbálja befolyásolni. És tudjátok, melyik a legnagyobb csoda ebben? Amikor egy ember meg tud mozdítani 400 embert. Amikor egy ember megindult, és mind a 400-an utána mentek, és győztesek lettek. Ha nekünk harcjaink vannak bárkivel, bármivel, akkor nekünk mennünk kell. És tudjátok, amikor egy keresztény elindul, és a hátra néz, akkor lát maga körül embereket, segítő társakat. És én erre bátorítalak titeket, hogy induljunk el, hogy keljünk fel, merjünk felkelni a mi helyünkről. Mert az Úr most itten bebizonyította nekünk, hogy ő, amit megígér, az úgy is van. Amen. Hogyha már ígéretekről beszélek, mindjárt öt éve, hogy nekem is ígért az Úr valamit. Augusztus 14-e volt a bemerítkezés, ugye? Igen, 2015. augusztus 14-én merítkeztem be. És előtte nekem az Úr megígért valamit. Ezt a bizonyságot már hallottátok, de most engedjétek meg, hogy felelevenítsem ezt a bizonyságot. Tudjátok, amikor a feleségem a második kisbabát várta, nagyon megörültem, mert azt mondták a ultrahangon, hogy egy kislány lesz. Nagyon jó. Már harmadik ultrahang, az is még nagyon jó volt. Akkor a negyedikre mentünk, akkor már furáltam, hogy az orvos félrehív minket, hogy akkor most nem értettem egyszerűen, hogy mit akar mondani. És azt mondta nekünk ott az orvos, hogy ő nagyon sajnálja, ez a kisbaba, ez beteg. Ez a kisbaba egy dankóros kisbaba lesz, akinek nincsen orrcsontja, és így sorolta a betegségeket. És én csak lesokkolódtam. És most én így a Dávid helyébe képzelt magamat, hogy lesokkolódtak ott a nők is. És én is lesokkolódtam, és a feleségem is lesokkolódott. És az egész családom lesokkolódott akkor. Hogy? Elkezdtem kérdezősködni, mint ember. Uram, gyülekezetbe járok. Uram, szolgálok. Hogy? Tudjátok, amikor Isten meg akar téged áldani, amikor Isten meg akar titeket erősíteni, akkor annak valami előzménye van. És nekünk ez volt az előzmény. Egy látszólagos
betegség, egy látszólagos keserűség, fájdalom. És én akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, hogyha én egy beteg kisbabát kell neveljek, ha nekem életem végig ez lesz az én szolgálatom, hogy embereknek bemutassam, hogy egy beteg kisbabát is lehet nevelni, akkor én ezt vállalom. De Uram, a Te akaratod legyen meg. Én jobban szeretném egy egészséges kisbabát nevelni. Felhívtam a pásztort, elkezdtünk imádkozni. Elkezdtünk beszélgetni Istenhez. Elkezdtük kérdezni az Urat. Felhívtam a kiskumajsai gyülekezetet, édesapámékat, mindenkit. Mindenki tudott az én esetemről. És mindenki mellettem állt. Tudjátok, itt is, ahogy Dávid mellett álltak az ő emberei, mellettem is ott voltak, nagyon sokan. Nagyon sokan mellettem álltak, mellettünk az én feleségemmel. És imádkoztunk feleségemmel. Áldozatot is hoztunk. Leraktuk a cigarettát az Úrnak. Uram, hogyha mi most lerakjuk a Te akaratodra a cigarettát, csak gyógyíts meg a mi kis gyermekünket. Akkor még mi abban a hitben voltunk, hogy kislány végig. Így mondtuk az Úrnak, hogy Uram, gyógyíts meg a mi kislányunkat. És közelegedett a bemerítkezés. És akkor megígérte nekem az Úr. Akkor fogom meggyógyítani a te kis gyermekedet, amikor a feleségedet be fogják meríteni. Azon a napon elmondhatlanul boldog voltam. Boldogok voltunk, akik bemerítkeztek. Mindenki boldog volt, és éreztem az Úrnak az erejét mi rajtunk, és mindenki látszott, hogy egyszerűen az a bemerítkezés egy különleges bemerítkezés, és az is volt, és az is maradt. És tudjátok, megtörtént a bemerítkezés, és ez vasárnap volt, hétfőn a feleségem ment, én itt dolgoztam pont a kórház mellett, és ment az eredményekért, hogy mi az, hogy minden rendben van-e, és ment, és akkor egyből, hogy kijött a kórházból, jött oda hozzám, biciklivel, kezében a papírt mutatta nekem, és kérdeztem, hogy mi van, mondjad már, mert én nagyon izgultam tényleg, és mondta, hogy hát minden rendben van, hála Istennek, hogy kisgyerek mag egészséges. És azt mondja, hogy csak egy kis probléma van, hát mondom, ne idegesíts, hát, hogy nem kislány, hanem fiú. És ilyen a mi Urunk. Tudjátok, megígérte. És most itt van, 4 éves, mindjárt 5 éves, és ő a legvilgoncabb a családban. Ő a legvidámabb. És tudjátok, valahogy így, amikor az Úr megígéri neked és nekem, hogy gyermekem, ezt én megteszem veled, akkor ne bizonytalanuljunk el. Mert az Úr Jézus az ígéreteknek a betartója. Amen. Ő betartja azt, amit megígért. Dávidnak megígérte? A te kezedbe adom a filiszteusokat. Ha megígérte, úgy is volt. Itt azt olvassuk az 5. versben. Elmenni azért Dávid és az ő emberei Kejlába, és harcol a filiszteusok ellen, és elhajtá marhájukat, és felett igen megveri őket, és megszabadította Dávid Kejla lakosait. Tudjátok, ez egy harcnak tűnt. Ott harcoltak. Most nekünk is így kell harcoljunk. Nem emberekkel kell harcoljunk. Hanem nekünk azért kell harcolni, hogy ez a város, ez egy megtért város legyen. Amen. Hogy a Szeged tábláján én azért imádkozok, hogy Szeged városa meg van térve, vagy ki legyen tüntetve nagybetűkkel, hogy Szeged város lakosai meg vannak térve. Tudjátok, amikor a karantén volt, és lehet ezt még nem mondtam nektek akkor, hogy jöttem haza a Kiskumajsáról, ránéztem Szeged táblájára, és meg kellett álljak, és a feleségemmel kimentünk, és megfogtuk a táblát, és elkezdtünk imádkozni Szeged táblájánál, hogy ez a város térjen meg. És tudom, hogy azóta sok embernek a szívébe szólt az Úr. Tudom, hogy azóta
elkezdett munkálkodni itt Szegeden valami, ami átformálja az embereknek a gondolkodását. Mert legelőször nekünk a gondolkodásunkkal kell harcoljunk, hogy a mi gondolkodásunk megforduljon, hogy a mi cselekedeteink megforduljanak az Úrhoz. És miért kell nekünk elmenni, harcolni? Miért kell nekünk felvenni ezt a ritmust? Miért kell nekünk állandóan menni, csinálni? Hát, hogy emberek felszabaduljanak. Tudjátok, mi szabadítók vagyunk. Te és én egy szabadító vagy. Te neked és nekem megvan rá a hatalmad, Jézus Krisztus felhatalmazott minket avval az erővel, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká mindenkit. Mert ugyanis, ha te és én összefogunk a testvérekkel, a gyülekezettel, a vezetőkkel, a pásztorokkal, és sorolhatnám, akkor egységben ott van az erő. És ha megyünk, és ha csak én egyedül megyek, nem biztos, hogy hiteles leszek. De ha már ketten, hárman ott vannak veletem, és bizonyítsák, igen, gyere, mert az Úr ilyen jó, így elmondod a bizonyságodat, hogy meggyógyította az én fiamat, hogy az én cukrom egy hét alatt beállt, és ezeknek a bizonyságoknak ereje van. Ezeknek a bizonyságoknak hitele van. Tehát hitelesek vagyunk az Úr előtt. És egymást kell hitelesítsük így, bátorítsuk egymást, hogy nem szabad. Hogyha más azt mondja, hogy Dávidnak azt mondta, hogy ne menjünk, mert mi félünk. Nem. Gyerünk, majd én ott leszek melletted, és bátorítalak, és közösen le fogjuk győzni. Ez a mi üzenetünk számunkra. Ma azt üzeni nekünk az Úr, hogy legyünk bátrak, mert ő velünk van. A világ végezetéig. Az Úr a világ végezetéig velünk van. Ez is le van írva a Bibliában. És tudjátok, testvérek, nagyon örül a szívem, amikor egy-egy embert látok újat bejönni a gyülekezetbe. Ismét örül a menny, amikor egy-egy ember megtér, és számotokra, és számunkra, és ez közös cél kell legyen. Közösen kell építsük Isten országát. Közösen és egységben vagyunk, tehát közösen alkossuk Jézus Krisztus testét. Mindnyájunknak fontos szerepe van a gyülekezetben. Ne higgyétek egy se az, hogy még ha egyszer nem álltál ki ide, hogy nem vagy fontos, de lehet, hogy te vagy a legfontosabb. Ezt így könyveljétek el magatoknak. Az Úr Jézus Krisztus nagyon gazdagon áldjon meg benneteket. Amit még el szeretnék mondani, és hálát adni az Úrnak, az Országos Cigány Missziónak a vezetőjéért, Turkó Albertét, és az ő látásáért, és az ő látása pedig az, hogy 325 ezer ember megtér, 325 ezer ember. Cigány ember, roma ember, akik jönnek, beépülnek a gyülekezetekbe, és szerves tagjai lesznek. Köszönjük az Úrnak, hogy a mai napon meghallgatott minket, és hálás vagyok, hogy meghallgattatok. Hálás vagyok az Úrnak, hogy a mai napon szólt hozzánk, a mai napon szólt hozzám, és ti hozzátok is. És így ezt az üzenetet helyezem a ti szívetekre, hogy legyünk bátrak és erősek. Mert ami a miénk, az a miénk. És menjünk utána, merjünk utána menni. Amen. Nyújts kezed az ég felé, és kiásd szent nevét, és mondd, hogy Jézus él, a megváltó Messiás. Rázd le nehéz bilincseid, és tárd ki felé karod. Nyisd meg előtte szívedet, és mondd neki,
Halleluja. Jézus, szenvedtél a Golgotán. Jézus, a megváltó Mesiás. Nyújts kezed az ég felé, hisz szabad szíve már Jézusé. Elvette a bűneid, és megtisztult életünk. Jézus, elvetted a fájdalmat. Jézus, a sebeidben gyógyulod. Megváltó Messiás. Jézus, elvette a fájdalmat. Jézus, a sebeidben gyógyuló. Nem akarom elveszni, és nem akarom a bűnben élni. Adj erőt, úgy kérlek, és tisztíts meg a szívemet. Jézus, szenvedtél a Golgotán. Jézus, a megváltó Messiás. Halleluja! A sebeidben gyógyuló. Ha nem akarsz lemaradni a Remény Hír TV legújabb adásairól, illetve a Cigánymisszió legfrissebb eseményeiről, iratkozz fel csatornánkra!